Szeretettel üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, ezt kitaláltam, ezt a kis szlogent, most már hónapokkal ezelőtt. Az Óbudai Zsinagógából jelentkezem, mint keddenként általában. Itt hölgykoszorúval vagyok körbevéve, egy keddesti női tanulástban beszélgetünk itt a zsidóságról, a judaizmusról, és itt a tanulás végén, miközben egyébként finom falatokat ettünk, de korábban sem mutattam itt a hölgyeket sem, meg az asztalt sem, a személyisi jókra való tekintettel, de miközben jókat, finomakat falatozunk ebben a gyönyörű zsinagógában, a közben beszélünk a zsidóságról, a judaizmusról, zsidó történelemről, vallásjogról, ilyesmi. Jó estét kívánok Dávidnak, szeretetek, köszöntöm Miklós Csabát, Tímeát, jó estét kívánok Máriának, a komplet Vince családnak, gyülekezik a kemény mag, már több mint 40-en vagyunk. Szóval, és kihasználom a lehetőséget, amíg még itt vannak a hölgyek, hogy beszéljünk a Lubavitchi Rebbe tanításáról, az éppen mai aktuális tanításáról. A Lubavitchi Rebbe írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy Jom-Jom, ami egy bibliai idézet, napról napra, talán úgy lehetne legjobban lefordítani, vagy én úgy fordítottam le, Jom-Jom, és ebben a Rebbe minden napra elmond egy rövid kis tanítást, egy aforizmát, egy haszid történetet. A mai az különösen tetszeni fog nektek, szerintem egy gyöngyszem. Jó estét kívánok Barnabásnak, Frondjenő barátomnak, Miskolcról, jó estét kívánok Robertnek, Zoltánnak, Tamásnak. Szeretettel köszöntöm azt a további 70 kedves tanultást, aki már itt van. Tibor, jó estét kívánok. Szóval, várjatok, még lehet, hogy van még kérdés tegnapról, azt még gyorsan ellenőrzöm. Nem csinálta meg a házi feladatot. Van még a postaládámban kérdés, amire még mindig nem válaszoltam, de ne csüggedjetek, és hogyha bárkinek kérdés van, akkor légy írjátok meg. Holnap nyugodtabb körülmények között otthonról, a kis irodámból, akkor remélem, hogy meg fogom tudni válaszolni a kérdéseket. Szeretettel köszöntöm Gány Gyuri barátomat, Tímeát, és Mártust, jó estét kívánok Elizabethnek. Oké, Sziván hónap 29-e van. Közben itt a hölgyekre is, félszemmel a kamerába, félszemmel a hölgyekre nézek. Sziván hónap 29-e van, ami azt jelenti, hogy holnap hanyadika van, Sziván hónap 30-a van, ami az utolsó nap is lesz egyébként Sziván hónapban, tehát csütörtök, mi van holnap? Most van szerda, tehát most van 29, mármint most kedd van, de hogy most kezdődik a szerda. Csütörtök este köszönt ránk Támúz hónapja, erről majd fogok majd külön beszélni. Tehát csütörtök estétől péntek estig lesz Támúz hónapja. Ez nem a legvidámabb hónap a zsidó kalendáriumban, majd 17-én lesz is egy böjt napunk. A szentélyek lerombolásának a kezdete indul el akkor, de erről majd fogunk beszélni a maga idejében. Szóval, hogy Sziván hónap 29-én most a következőt mondja Rebbe, először felolvasom, hogy mit ír, és aztán megpróbálom megmagyarázni. Nem, még mielőtt felolvasom, hogy mit ír azelőtt, elmondok egy gondolatot, ami nélkül nehéz lenne ezt megérteni. Van egy koncepció a judaizmusban, a zsidóságban van egy koncepció, úgy hívják, hogy hasgacha pratit. Hasgacha az felügyeletet jelent, a pratit az személyes, vagy personális. Hasgacha pratit a személyes felügyelet. Mi abban hiszünk, az az egyik fundamentum, az egyik alapja a judaizmusnak, a zsidóságnak, hogy Isten személyesen felügyeli a világ működését. Ugye ez ellentétben áll némileg azokkal a véleményekkel, az agnosztikusok véleményével, akik szerint Isten megteremt. Vannak többféle filozófiai út van. Az egyik az az, hogy nem Isten teremtette meg a világot, hanem valamiféle, nem tudom, véletlenszerű események sorozata, láncolata miatt alakult meg a világ. Ez az egyik vélemény. A másik vélemény szerint Isten alkotta meg a világot, de miután megalkotta, azután magára hagyta. Úgy, mint amikor elmegyünk bowlingozni, akkor így fogjuk a golyót, és ugye ellökjük. Miután ellököd, másokat nem tudsz csinálni. Az már vagy eltalálja a bábut, vagy nem. Vannak olyanok, akik így gondolkodnak. A zsidóság nem így gondolkodik. A zsidóság úgy gondolkodik, hogy Isten nem csak, hogy megteremtette a világot, hanem a világ működésében aktívan részt vesz. Aktívan részt vesz. És nem csak, hogy aktívan részt vesz a világ működésében, hanem fenntartja, minden pillanatban fenntartja a világ működését. Ugyanis minden dolog, minden teremtett dolog, közben mondom, kamerára nézek meg a hölgyekre, minden teremtett dolog
vágyakozik vissza, az ő természetes saját állapotában vágyakozik vissza az eredeti kiindulási helyére, onnan, ahonnan származott. Mondok egy példát. Az ember teste, hogyha nem foglalkozol vele, akkor elenyészik. Mit jelent az, hogy elenyészik? Az azt jelenti, hogy vágyik vissza az eredeti természetes állapotára. Mi a testnek az eredeti természetes állapota? Az, hogy a szénmolekula, meg víz, meg magnézium, meg kalcium, meg nátrium, stb. Ha te lefekszel a kanapén, és nem törődsz magaddal, akkor előbb-utóbb meghalsz, és szétbomlasz. Nem te, meg nem én, hanem valaki. Minden vágyik vissza az eredeti állapotába. Hogyha nem, ha nem tartod fönt, akkor természetes módon vissza fog menni minden a saját eredeti állapotába. A világra is ugyanez igaz. A világnak az eredeti állapota, az micsoda? Az a semmi, a nihil, a semmi. Hiszen Isten a világot a semmiből teremtette. Latinul mondják ex nihilo, héberül, ami egy kicsit régebbi, úgy mondják, hogy jesme ain. Isten a világot a semmiből teremtette. A világ pedig vágyik vissza, idézőjelben a vágyikot, tehát törekszik, igyekszik vissza a semmibe. A pusztulásba, a nem létbe. Nem csak, hogy a pusztulásba, a nem létbe törekszik vissza a világ. Mi kell ahhoz, hogy a világ ne létezzen, dupla tagadás, mi kell ahhoz, hogy a világ ne létezzen, az kell, hogy Isten fenntartsa a világ működését. Az, hogy Isten fenntartsa a világot. Egy labdát, ha feldobok a levegőbe, ha nem fogom a kezemben, akkor az le fog esni a földre. Vágyik vissza oda, honnan jött. Ha a kezembe fogom, akkor fent tud maradni a levegőben. Isten így fogja, kvázi, képletesen. Egyébként érdekes, mert ezt művészek annak idején próbálták így ábrázolni lenne, de ez nyilvánvalóan ez egy téves ábrázolás, de az eszmeisége az nem rossz. Az eszmeisége pedig az, hogy Isten fenntartja a világot, a világ működését minden egyes pillanatban. Mert hogyha nem tartaná fent a világ működését, akkor a világ megszűnne létezni, visszamenne az eredeti állapotába, az eredeti állapota pedig a nem levés, a nem vanás, a nem lét. Mert hogy az volt, a semmi, a nihil, az áin, a semmi. Oké, ez tehát az egyik alapvetés. A másik alapvetés, hogy, vagyis ehhez kapcsolódik, hogy Isten személyesen felügyeli a világ menetét. Azaz, személyesen gondoskodik arról, hogy egy fűszál, amikor megrezdül, egy falevél, amikor megremeg, egy szél, amikor fúj, egy eső, amikor esik, az mind Isten akaratából történik. Van egy nagyon szép haszid történet, talán már egyszer meséltem, de jó régen, lehet, hogy még nem hallottátok. Van egy nagyon szép haszid történet, amikor megy egy zsidó az úton, vándorol valahol, nem tudom, Lengyelországban, Galíciában, lehet, hogy Magyarországon, vándorol az úton, és látja, hogy leesik egy falevél. Leesett egy falevél az ágról. És megáll, rendes zsidó, megáll, és eltöpreng azon, hogy miért esett le ez a falevél az ágról? Kit zavartozott az ágon? Miért kellett ennek a falevélnek pont most leesnie? És megkérdezi a falevelet, ugye ez egy haszi történet, tehát nyilvánvalóan, hogy mondjam, megfelelő fenntartással kell kezelni, megkérdezi a falevelet, hogy ugyan levélke, miért estél le a fáról? És a levél azt mondja, hogy én nem tudom, én nem vagyok a magam ura, az faág, ami engem tartott, az leejtett engem. Kérdezd meg a faágat, hogy miért ejtett le. És akkor megy ez a jó ember, ez a haszid, megy és megkérdezi a faágat, hogy kicsi faág, mondd meg ugyan, miért ejtetted le a levelet? És akkor azt mondja a faág, hogy én nem tudom, én nem vagyok a főnök, nem én vagyok itt a főnök, rám parancsolt a szél, amely megfújta az ágat, majd megfújt engem, az ejtette le a levelet. Kérdezd meg a szelet, hogy miért fújt. És akkor megkérdezi a szelet, hogy ugyan már szelecske, mondd meg, miért ejtetted le ezt, vagy miért remegtetted, ugye nagyon szépen megy a történet, miért remegtetted a faágat, hogy aztán leesett a levél, és akkor azt mondja a szél, hogy én nem tudom, nem én vagyok a főnök, az egy angyal parancsolt rám, hogy fújjam meg a fágat, és akkor leesik a levél. Kérdezd meg az angyalt, és akkor megy az angyalhoz. És akkor az angyal azt mondja neki, hogy én nem vagyok a főnök. Nem tudom, nekem Isten mondta, hogy remegtessem meg a fágat, hogy aztán lehújjon a levél a fájzen. És akkor mondja, hogy kérdezd meg Istent. És akkor megkérdezi az a cádik, ez a haszid, megkérdezi Isten.
És azt mondja neki, jó Isten, mondd már meg, hogy miért mondtad azt a szélnek, hogy fújja meg a faágat, hogy aztán az lejtse a levelet. És akkor azt mondja neki Isten, hogyha benézel a levél alá, akkor megérted. Ez így szól a történet. És benézett a levél alá, és azt látta, hogy egy hangya, aki egész nap gürizett, ugye a hangyák azok egész nap güriznek, a hangya, aki egész nap gürizett, az ott megbújt a levél alatt, mert óriási nagy meleg volt, és izzadt, hangyák nem izzadnak, de a gürizett és a kemény munka után, imádkozott a hangya Istenhez, hogy kap, hogy egy kis árnyék legyen. Nem bírja már ezt a napsütést, legyen egy kis árnyék. És akkor Isten megparancsolta a szélnek, aki megparancsolta Isten megparancsolta az angyalnak, aki megparancsolta a szélnek, aki megparancsolta az ágnak, aki megparancsolta a levélnek. Miért? Csak azért, hogy annak a kis hangyának legyen egy kis árnyéka, hogy megpihenjen a munkából. Most ezt a történetet nem kell természetesen szó szerint érteni, mert nem ez a dolog lényege. A dolog lényege, mindig az ilyen történetben el szoktam mondani, az a szellemisége. A szellemisége pedig az ennek a történetnek, hogy semmi nem történik a világon anélkül, hogy Isten ne személyesen járjon benne közben, és semmi nem történik a világon anélkül, hogy ne lenne annak precíz, pontos oka. Még annak is, hogy egy falevél lehullik az ágról. Még annak is van egy oka. Csak mi nem tudjuk. De hogyha nagyon alaposak lennénk, és hogyha nagyon... Hogyha kellően törődnénk, és nem pedig nyeglék lennénk, és lusták, és ignorálnánk a dolgokat, akkor bizony megtudhatnánk, hogy vagy érdekelne minket, hogy mi miért történik a világon. Persze nagy általánosságban érdekel minket, hogy mi minden történik a világon, ezért tanulunk, ezért tanuljuk a zsidóságot, ezért tanulunk vallást, ezért tanuljuk a tudományokat, mert érdekel, mi történik a világon, hanem is falevelek szintjén, de ugye az embert a tudásvágy, ennek a tudásvágy hajtja. Ez tulajdonképpen a tudomány nem más, mint az, hogy mi miért történik. Na, most, hogy ezt elmondtam, tehát arról beszéltem, hogy Isten folyamatosan fenntartja a világ létezését, és arról beszéltem, hogy Isten személyesen jár közben abban, hogy mi minden történik a világon, akkor most nézzük meg, hogy mit mond a Rebbe erről ezen a mai napon. Azt mondja, a haszid filozófiai szerint az ember Isten szolgálata abban érhető tetten, hogy az ember rá kell szokjon az isteni gondviselés létére, a hasgacha pratit, az isteni gondviselés létére. Hogy Isten hatalmas jóságában minden pillanatban megújítja a világegyetem és minden teremtés művét, a különleges isteni gondviselés által, amely minden más kizárásával minden teremtény valóságát, életerejét és fenntartott létét alkotja. Az Isten szolgálat abban merül ki, akkor tudsz az segít hozzá ahhoz, hogy Istennel kialakítsál egy kapcsolatot. Az azt jelenti, hogy Isten az a mindennapjaid részévé váljon. Nyitok egy zárójelet. Ugye, amikor hányszor fordul elő velünk, nem velem, meg veletek, valakikkel, hogy elmennek dolgozni, és elfeledkeznek a családjukról, akik otthon van, elfeledkeznek a feleségéről, a gyerekéről, belemerül a munkába, elfeledkezik róla. És aztán, amikor ránéz az órájára, 6 óra van, haza kéne menni, basszus, egész nap nem hívtam fel a feleségemet, egész nap nem kérdeztem meg, hogy van, ugye? Előfordul már valószínűleg mindannyiunkkal. Hogy a dolgok hevében sokszor elfeledkezünk olyan valakiről, aki fontos számunkra. A dolgok hevében sokszor olyas valakikről is elfeledkezünk, akik egyébként számunkra rendkívül fontosak. Nem úgy rendkívül fontosak, a legfontosabbak. A gyerekeink például, a feleségünk, a férjünk, a szüleink, akik a legfontosabbak számunkra, sokszor benne van az ember, ugye? Elfeledkezik. Istennel is van ez így néha, mármint velünk, mi is az Isten kapcsolatában is van ez. Néha elfeledkezünk Istenről. Néha elfeledkezünk arról, hogy ő van. Nem biztos, hogy ez baj. Emberek vagyunk. Ha elfeledkezünk a gyerekünkről, akkor Istenről miért ne feledkezhetnénk el néha? De a lényeg az, hogy azért néha jusson eszünkbe, hogy van egy szem, aki mindent lát, van egy fül, aki mindent hall, van egy Isten, aki személyesen gondoskodik arról, hogy velünk mi történik,
úgy, ahogy néha az ember, amikor még akkor is, hogyha legnagyobb munkában van, és a legjobban beszippantja a környezet, és a csomó minden tennivaló, gondoljon néha arra, hogy várja otthon a férje vagy a felesége, várjak otthon a gyerekei, a szülei, a barátai, aki éppen fontos számunkra. Arról beszél a Rebe, hogy akkor tudjuk ezt a kapcsolatot kialakítani, hogy ez a kapcsolat, ez élő. Ez a kapcsolat élő, és attól, többek között attól is válik ez a kapcsolat élővé, hogy nem feledkezzünk meg a másikról. Attól válik a kapcsolat, ugye beszéltünk arról, hogy a kapcsolat akkor válik igazi kapcsolattá, hogyha fontos számunkra az, ami a másiknak fontos. De ahhoz, hogy ez megvalósuljon, az elkerülhetetlen, hogy az ember ne feledkezzen meg a másikról. Ne feledkezzen meg arról, hogy Isten személyes gondját viseli az embernek, Isten személyesen involválódik a világ dolgaiban, személyesen fenntartja a teremtés művét, és ezáltal azt mondja még egyszer, a Hasid filozófia szerint az ember Isten szolgálat abban érhető tetten, hogy az ember rá kell szokjon, szoktassa magát rá, hogy az isteni gondviselés van, és hogy Isten jóságában minden pillanatban megújítja a világ teremtését, a teremtés művét. Erre az embernek rá kell szoktatnia magát. Mint ahogy amikor valaki egy új házast, megint ezt a példát tudom mondani, amikor valaki friss házas, akkor hozzá kell szoktatnia magát ahhoz a tényhez, hogy mostantól van egy felesége, akit igen bizony föl kell hívni naponta többször, akinek igen bizony meg kell kérdezni, hogy milyen volt a napja, akkor is, hogyha fáradtak vagyunk. Milyen nehéz néha az a menni fáradtan is, és azon, most meg kell kérdeznem, hogy most hogy volt, meg el kell mesélnem, hogy hogy volt, de ezt muszáj venni, ezt a fáradtságot. Muszáj az embernek megerőltetni magát, és venni ezt a fáradtságot, különben a kapcsolat nem lesz kapcsolat. Egyszer elmulaszthatod, kétszer elmulaszthatod, háromszor elmulaszthatod, ha nagyon sokszor elmulasztod, nem lesz kapcsolat. Egyszer elfelejthetsz imádkozni, kétszer elfelejthetsz imádkozni, háromszor is elfelejthetsz imádkozni, de hogyha soha nem imádkozol, ha végletesen lemondasz az Istennel való kommunikációról, akkor a kapcsolat is meg fog szűnni. Ha végletesen elfeledkezel az isteni gondviselésről, abból a tényről, hogy Isten vár téged, mint ahogy egy anya várja a fiát, ahogy egy férj várja a feleségét, ahogy egy, és így tovább tudnám mondani még hasonlatokat. Ha elfeledkezel erről, akkor nem tud kialakulni egy kapcsolat. A kapcsolat akkor tud kialakulni, hogyha ez a mindennapjaid, a zsigereid részévé válik. A gyors hívónkon, a telefonunk gyors hívóján az első hívószám Isten, a gyors hívónkon az első hívószám a feleségünk, a gyerekünk, az anyukánk, az apukánk, a legjobb barátunk, ami fontos. Legyen Isten gyors hívásban. Ez lenne tulajdonképpen a mai tanulás üzenete. Legyen Isten ott a gyors hívó listánkon. Ne feledkezzünk meg róla, és hogyha nem feledkezzünk meg róla, akkor tekintve, hogy egy kapcsolat csak akkor működik, hogyha az, hogyha az két irányú. Egy kapcsolat nem lehet egy irány. Kölcsönös, köszönöm. Egy kapcsolat kölcsönös. Ha nem kölcsönös, akkor az nem működő kapcsolat. Ezért biztosak lehetünk benne, hogyha mi kinyújtjunk a kezünket, és mi építünk kapcsolatot Istennel, akkor Isten viszont egész, ő már nyújtja a kezét, ez biztos. De hogyha nem veszük észre, hogy nyújtja a kezét, akkor nyújtsuk ki mi a kezünket, és akkor Isten bele fog kapaszkodni, és azt fogja mondani, hogy Anile Dodi ve Dodi Li, én a mátkámnak és a mátkám nekem, ahogy Salamon király fogalmaz az énekek könyvében, ez az Isten szolgálat lényege, erről beszél a Rebe a mai tanuláson, kicsit elrugaszkodtam a témától, de nagyjából erről van szó. Néhány perc múlva természetesen fel fogom tenni a mai tanulás szövegét, anyagát ide a Facebook oldalra. Hogyha bárkinek bármi kérdése van, nagyon köszönöm, hogy ma is több mint 280-an itt voltak. Ha bármi kérdése van bárkinek, írja le, légy szíves, és holnap igyekszem átnézni és megválaszolni a kérdéseket. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, szép estét mindenkinek, vigyázzatok magatokra és egymásra, jó egészséget!